Fennállásának 65. évfordulóját ünnepli idén a Losoncinógrádi Múzeum és Galéria. Az évforduló apropóján nyílt meg a 65 címet viselő tárlat, mely az intézménynek ajándékozott tárgyakból állt össze. 2020-ban ünnepeljük az intézmény megalakulásának 65. évfordulóját. A jelenlegi járványügyi helyzet azonban nem tette lehetővé számunkra nagy ünnepség megszervezését, így ezzel a kiállítással tisztelgünk a jeles évforduló előtt. Ez egy tematikus, interdisziplináris tárlat, melyen a történelem, a néprajz és a képzőművészet területéről származó gyűjteményi tárgyakat mutatunk be. A kiállításnak nyitott koncepciója van, ami azt jelenti, hogy a 4 hónapos időtartama alatt a kiállított gyűjteményi elemek is változnak, mondta Mihaela Skodová, a kiállítás egyik kurátora. A kiállított darabok közül kiemelkedik Viktor Vazarelli Zebrák című grafikája, amely egyben december hónap műtárgya is. Viktor Vazarelli egy francia-magyar művész volt, az op art irányzat megteremtője. Viktor Vazarelli Zebrák című grafikáját online közvetítés keretében Német Bozó Andrea, a kiállítás egyik kurátora mutatta be. A festményt 1991-ben Csepei Tibor magángyűjtő ajándékozta az intézménynek. Abból az időből származik, amikor elkezdett érdeklődni az optikai illúzió iránt, kutatásokat folytatott, igen, alapos kutatásokat, amelyek matematikai alapokon nyugszanak, és évekig dolgozott a zebrákon, több variációja is létrejött, és az egyik verziót itt is láthatjuk ezen az alkotáson. A 40 éve elhunyt Bacskai Béla festőtől is szép kollekciót tudhat magáénak az intézmény. A füleki Zománc gyári munkásból lett festőművész a gyári millőt ragadta meg a kiállított 3 festményén. Ezeket a képeket 1976-ban festette, tehát 4 évvel a halála előtt, és akkor kezdett el igazán ráérizni egy kicsit úgy absztrahálni kezdte ezt a témát, egyre inkább leegyszerűsített, stilizált képekkel, viszont egyre mesteriebben tudta ábrázolni. Bacskai Béla mesterétől, a 20. század egyik legjelentősebb festőművészétől, Szabó Gyulától is látható egy festmény, az Önarckép játékkal című, melyet 1943-ban a II. Világháború idején festett. Talán épp a háború borzalmait próbálta kompenzálni ezzel az alkotással, melyen számos jelkép fellelhető. Láthatjuk, hogy egy falovacskát tart a kezében. Nem véletlenül falovacskát, hiszen ő akkoriban, abban az időben, amikor ezt festette, Ipolyságon élt, és az ottani játékgyárban dolgozott, mint játéktervező, és ez valójában az ő tervezése, ez a falovacska is. És ezt most itt szimbólumnak tekinthetjük, hogy ugye az élet súlyosságát, borzalmait úgy tudta feldolgozni, hogy ezeket a játékokat tervezte, tehát mint egy el tudott menekülni egy könnyedebb játékos világba ezáltal. A képen láthatunk továbbá Gauguin hatására megfestett törzsinőket, ami az élet naivitására, tisztaságára utal, mint ahogy a fehér liliomok is a kép sarkában. A síró nő alak édesanyja képe, mivel a háború borzalmait a család is megsínylette. A kiemelt művek csupán ízelítőként szolgálnak a 2021. februárjáig látogatható tárlatból, melyen sok egyéb egyedi és értékes alkotást tekinthetnek meg az érdeklődők.